Csabai Károly, Székely Sarolta, Király Béla, Weber Balázs, Gáspár András, a privátbankár.hu és az m4.hu neves szakújságírói ismert politikusokat, ágazati szakértőket kérdeznek havonta a Klasszis Klubban arról, ami mindenkit foglalkoztat. Kérdeztük már többek között Bot Péter Ákost, Lázár Jánost, Király Júliát, Holoda Attilát és Hadházi Ákost. Csak regisztrálnia kell, és kérdezhet ön is. Keressen minket a klasszis.hu-n, és feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. 3:30 van, és akkor elkezdjük a mostani, illetve a szeptemberi Klasszis Klub rendezvényünket. Én Székely Sarolta vagyok, az m4.hu és a privátbankár.hu felelős szerkesztője. Technikailag segítségemre lesz a beszélgetés során két kollégám, és Gáspár András a Lapcsalád lapigazgatója, illetve Izsó Márton vágó, videós kolléga, ilyen technikai guru itt nálunk. A mai vendégünk pedig Dávid Ferenc, aki hát eredetileg úgy hívtuk meg, mint közgazdász, országgyűlési képviselő, a Demokratikus Koalíciónak volt a gazdasági tanácsadója, hogyha helyesen fogalmazok. Viszont időközben kiderült, hogy Dobrev Klára vezetésével árnyék kormány alakul, és elvállalta a gazdasági miniszteri posztot is. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy megtiszteltek a meghívással. Egy gondolat erejéig szeretném megkérdezni azt, hogy mi motiválta, amikor elfogadta a felkérést az árnyék miniszteri posztra, még mielőtt rátérünk itt a magyar gazdaság ügyes-bajos dolgaira. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye én gyakorlatilag egy lezárt életpálya után kerültem a DK közelébe, nem fogom titkolni, 67 éves vagyok, és mikor megkerestek gazdasági tanácsadóként, akkor erről szó sem volt, mint ahogy a képviselőségről sem volt szó. Azt így kell mondani, hogy belesodródtam. Nyilvánvaló, ez egy nagy kihívás, hogyha valamilyen úton, módon, akár közeli jövőben, akár majd 26-ban kormányváltás van, akkor egy egészen más típusú gazdasági kormányzást szeretnénk, és én úgy éreztem, hogy nekem ehhez még lehet közöm. És hogy érzi magát a parlamenti patkóban? A parlamenti patkóban a sajátjaink között viszonylag jól érzem magam, de én, aki egész életemben a gazdasági és társadalmi párbeszédben vettem részt, én 1988 óta az érdekegyeztetés összes fórumát végigjárva, hogy mondjam, hát az ehhez képest úri kaszinó volt. Tehát ez a stílus, ez a hangvétel, ez a másikhoz való viszony, ez engem egy picit megráz. Annyit kellett megtanulnom, hogy a személyhez, ami korábban nem volt részem az életemben, hogy a személyre szóló sértéseket nem szabad merre szívni. Ellentétes, tehát mondjam, a sajátjaim között jól megvagyok, az is persze szokatlan egy pártközösségben, aki soha nem volt ilyenben. A másikat azt még egy kicsit még gyűrnöm kell magam. Igen. Még mielőtt itt elkezdtük volna ezt a mai rendezvényt, én már említettem meg a beharangozóban is említettük, hogy másfél évvel ezelőtt már volt egyszer a Klasszis Klub vendége még nagyon a kezdeti időben, és én megnéztem ezt a tudósítást, ami ebből a beszélgetésből készült, és egy valami nekem nagyon szemet szúrt, és kíváncsi lennék a véleményére, akkor egészen pontosan úgy fogalmazott, és hát azt a jelzőt használta az 5,1%-os inflációra, hogy vágtató infláció. Most a 15% felett itt azt milyen jelzővel tudná illetni? Hát ha vágtatót mondtam, bár az nem volt helyes, de ha ön mondja, akkor biztos, hogy jó. Hát erre lehetne hasonlót, a száguldót mondani, de hát ez már a forma egyes sebesség, és ez már nem 15-18, az ha október 11-én a KSH adatait meg fogja nézni, a most már ebbe benne lesznek, a korábbiban még nem voltak benne a rezsiszámlák, illetve az aszálykár még nem, tehát a szeptemberi ugrás lesz, egy nagy ugrás, közel lesz a 20-hoz már szeptemberben.
Hasonló véleményem van talán egyébként a kormány is. Varga Mihály adott, vagyis közgazdász vándorgyűlésen tartott egy beszédet is, ott az ábrán lehetett látni, mert ők is egyébként ilyen 20%-ra számolnak. A héten jött ki ugye a Magyar Nemzeti Banknak a prognózisa. Mennyire ért vele egyet, vagy mennyire találja optimistának, pesszimistának ezt a forgatókönyvet, amit felvázoltak? Én elfogultság nélkül fogom mondani, én leginkább az összes hivatal, tehát hogy mondjam, nagyon nehéz mindig ugye különböző kutatóinszerteknek, meg különféle inszerteknek az anyagait összevetni, mindenki tud mondani egy számot. Én azok közé tartozom, aki leginkább a Magyar Nemzeti Bankéra figyel. Ez nem azt jelenti, hogy a kormányé nem érdekel, ez nem azt jelenti, hogy a KSH-nak az adatait nem nézem, de én még mindig abban a hitben élek, és remélem, hogy helyesen, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyrészt egy független intézmény, legalábbis is szeretném annak látni, ez az egyik. A másik valóban az egyik kulcs feladata az inflációtól való védelem. Tehát én azt hiszem, hogy az övéké a mostani tudásuk szerint, azt kell mondanom, talán a legobjektívebb lehet, de meg kell mondanom, az övéké is elég félelmetes. Tehát Varga miniszter úr ugye kimondta a közgazdász vándorgyűlésen, hogy a jövő év első három-negyed évében recesszió lesz. Ez igazából szinkronban van az MNB előzetesével, a részleteket még nem látni, csak az előzetes jött ki, és az MNB-nél is lehet látni, hogyha elolvastam, hogy a júniusihoz képest akár 22-re, akár 23-ra, akár 24-re vonatkozóan visszalépett, tehát rosszabb számokat mondott, és a növekedés vonatkozásában is borulátóbb, mint egy negyed évvel ezelőtt. De a decemberi lesz nagyon izgalmas, mert nyilvánvalóan decemberben a költségvetéshez hozzá kell nyúlni, és a bérek, a nyugdíjak, most nem fogom, majd úgy beszélünk, gondolom, részletesen. Én azt gondolom, hogy az ő véleményük, és azt gondolom, hogy valamihez ragaszkodnunk kell, valakit hitelesnek kell tartanunk, én azt gondolom, az MNB-t azt mindenféleképpen ezek közé kell sorolni. És hogy látja egyébként a jövőt, hogy mekkora baj vagy nehéz sor vár Magyarországra, van magyar gazdaságra, a GDP meg infláció tekintetében, tehát azt látjuk a prognózisokból, hogy a következő év még nehéz lesz. Engem személy szerint egyébként a jegybank prognózisából a következő évi infláció az, ami nagyon meglepett, mert ugye az idei évre a nézőinknek elmondom, hogy 13,5 és 14,5% közötti éves inflációt várnak, következő évre pedig 11 és 14% közötti. Tehát nagyon minimális javulásra látnak esélyt, és számomra ez volt talán a megdöbbentőbb, mint a gazdasági növekedés. És nagyon korrektül fogalmazott, ugye, mert éves átlagosra mondta, de ez azt jelenti ebben az évben, hogy november-decemberben a 20-21-22 is elképzelhető, még januárban is, és ez majd egy nagyon-nagyon lassú ívbe fog lemenni. Ugye az eredeti kérdése az volt, hogy milyen szemüvegen keresztül nézem a jövő évet. Ha megengedi a múltam miatt, én a vállalkozásokért aggódok, most nehogy félítsen a nyugdíjasokért, meg a minimálbérésekért is aggódok, mert tőlem azért mégis azt várják, aki Demján Sándor mellett dolgoztam, és a BOSZ-nak voltam a főtitkára, hogy a gazdaság, de utána beszélünk a másikról is, ígérem, mert nem vagyok szociálisan érzéketlen, ráadásul minden, ami nyugdíj, minden, ami bér, az mind a gazdaságból ered, igen. Ha tetszik, hanem abból ered, egy függvényszerű kapcsolat. Én a mikro- és kisvállalkozói szféránál az alulfinanszírozott és tőkeszegény mikro- és kisvállalkozókat féltem, ahol nincs tartalék. Tehát ahol nagyobb tőkeerő van, ahol nagyobb tartalék van, ahol nagyobb állóeszköz vagyon van, és nagyobb létszám van, ott van mozgástér. Ott van piacuralás. De egy szolgáltatónál, egy vendéglátónál, egy műkörmösnél, egy kisiparosnál, ott egyáltalán nem vagyok nyugodt, hogy ebben a tekintetben valamiféle, tehát meg tudnak maradni-e állami segítség nélkül. Kettő, ami szintén nagyon rossz lenne, és tudom, hogy ez ma nem központi kérdés, és sokak nem szeretnek róla beszélni, de hát hogyha ebben a szférában, ugye 800 ezer mikro- és kisvállalkozóról beszélünk, 800 ezerről, ha itt valami megrodjan, az nem csak azt jelenti, hogy a gazdaságban foglalkoztatással baj van, mert 75%-át ők foglalkoztatják a magyar munkavállalóknak, hanem ez eredendően odavisz, hogy a fekete munka, a fekete munkaadás és a fekete munkavállalás az újból, hogy mondjam, fel fog erősödni. Nagyon-nagyon rossz irány lenne.
Ez a fekete munka felerősítését egy kis kitérővel megkérdezném még, hogy a kata kivezetése ez mennyire erősítheti, vagy fokozhatja. Kapcsolódik a kérdés, ugye, amikor megtörtént ez a törvényjavaslat elfogadás, akkor nagyon sokan ezzel a veszéllyel riogattak, hogy megyünk vissza a fekete gazdaságba. Én nem riogatnék, én ebben biztosabb vagyok. Éppen hétfőn szóltam most napirend után Tálai államtitkár úrnak, hogy azért azt már most jó tudni, hogy a kata kivégzése, és ugye az új adóhozásra átmenőben van egy 50 ezres rés. Eltűntek. Na most ugye olyan a kérdés, és még hol vagyunk az év végétől? Én nem, hogy mondjam, egészen biztos vagyok benne, hogy föl fog szaporodni, csak a kata miatt is. Gondolja végig, és itt ne is azokra gondoljon, aki főállású, vagy főfoglalkozású egyéni vállalkozóként voltak katások, mert ők egyébként nekik élniük kell, és csinálni fogják, 95%-uk valahova átmegy, még ha rosszul is jár. Ha tud, árat emel, ha nem tud, akkor nyelni fogja. De azok, akik mellékfoglalkodásban voltak, és csak mondok egy döbbenetes számot, pedagógusból 30 ezres volt katás, akik ugye megfizették a járulékot a fő közalkalmazotti jogviszonyokból, és egyébként meg táboroztattak, szakköröket vezettek, művöldési házakba elmentek könyvtárosnak, de most ő eddig a 25 ezer forintjával elvó. Nem fog főállású egyéni vállalkozóként csinálni ezt a dolgot, akkor mi a megoldás? Vagy az történik, hogy abba hagyja ezt a tevékenységet, és azt mondja, hogy neki ebből így elég volt, vagy csinálja, ahogy mi szoktuk mondani, okosba, magyarul. Ugyanez van, még nagyobb jellel mondanám, a nyugdíjas katásoknál, ők is mellékfoglalkozásban voltak. Tehát aki 65-70 évesen egy kis településen, mondjuk ő volt az ezermester, megjavította a kerítést, a csapot, a gázt, a kéményt, minden. És 25 ezerért megváltotta a becsületét. Mit fog csinálni? Hát vagy szegre akasztja a fúrót, kaszát, kapát, ólót, minden, és nem csinálja tovább, mert azt mondja, így ő 70 évesre nem csinálja, vagy továbbra is ő lesz a falu Pista bácsia, aki szintén meg fogja csinálni ugyanolyan szakszerűen, de esze ágában nem fog adót fizetni. Hát ők nem adócsalók, őket belekényszerítették ebbe. És a harmadik, amit a katánál szeretnék mondani, ami egyébként a világ legfelháborítóbb dolga, ezen túl, amit elmondtam, mert ez csak ostobaság volt eddig, az, de ez egy ostobaság volt, ezt higgye el nekem, ahogy már látom, egy kicsit mosolygott, az, hogy ezt, hogy mondjam, évközben megtenni, hát miért nem lehetett azt mondani, ha már annyira rámásztak erre a társadalmi rétegre, hogy most ők adócsalók, rám leadócsalózták őket, holott egyébként teljesen törvényes lehetőségekkel értek, és ezt így, hogy már ecetes ollóval elvágni, parlamenti vita nem volt. Én a gazdasági bizottság alelnökeként, mondom, ezért vagyok én naív és rossz, aki rosszul érzi magát a parlamentben. Én ott ültem este a parlamentben, este 9-kor még vártam, hogy összehívják a bizottságot, és másnap a plenáris ülésen 3 percben mondhattam el, hogy ez micsoda, és utána, mintha meg se hallgattak volna. Tehát én azt gondolom, hogy a kata kérdése az inkább egy állatorvosi lónak is jó, ne okozzon nagyobb baj, én azt kívánom, de abszolút nem jó irány. És még egy picit a katánál maradva, többen ugye, meg gyakorlatilag a katások is elismerték, hogy az 50 ezeres adó mértéket azt azért indokolt lett volna 2013 óta megemelni, vagy igazítani. Ez viszont ennek ellenére nem történt meg most. Ez miért történhetett? Mert ez számomra egy megfejthetetlen rejtély egyébként. Ha mondtam volna, de jobb, hogy fölvetettem, hát sikítottunk. Hát ugyanis a katát ők vezették be, a mostani rezsim. Hát amikor 6 millióról fölemelték 12 millióra az értékhatár. Hát senki nem tiltakozott volna, ha felemelik 50-re. Ha mostanit felemelik az 50-et 100-ra, állítom önnek a vállalkozói kör 90, jó, mindenki morgott volna, mert mindenki utálja, hogy zsebétől elvesznek valamit, de mindenki azt mondta volna, hogy oké, de meg lett volna az ígéret, mert ugye ha fölemelem 50-ről 75-re 100-ra, nem is érdekes, hogy a konkrét összeg, de legalább megduplázni, abban biztos, hogy meg tudunk állapodni, hogy azt is mondhatom egy picit magamnak, hogy oké, de hát akkor ez a pénz, ez majd az én valamikori nyugdíjamnak valamiféle részét fogja képezni. Hát nem lenyelték volna, ezt egyébként természetesen javasoltuk, tehát mondom, ilyeneket mondtuk, hogy ha már minden
ha már nem vagytok hajlandók meghallgatni azt, hogy nem így kéne csinálni, akkor legalább azt, hogy akkor emeljük meg a mértéket, és várjuk meg a januárt, hogy szép, kényelmesen lezárt gazdasági évvel, és átsétál mindenki, vagy marad. Van és van még egy az indok, amit nem értettem meg, ne haragudjon, de ez már mellékes volt a rendszerben. Ugye azt mondták, hogy itt ugye bújtatott foglalkozás van, tehát a kollégákat ugye ahelyett, hogy munkaviszonyban foglalkoztatnák, ugye katáson foglalkoztatják. Na most miután a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal minden adószámot lát, mindenkiről lát minden. Ha ön munkaviszonyos volt az M4-nál, és elbocsájtották, és holnap visszavették katásnak, azért azt nem olyan nehéz észrevenni. Ezt is mondtuk, a munkaügyi ellenőrzéset egy perc alatt megmondom, hogy önt kirakták és visszavették. Nem van bonyolult ez? Hát nem, tényleg. Meg hát tényleg az összes számlát látják, tehát, hogy lát, minden mozgás lát. És ezt mondjuk, hogy itt nagy cégeket mondtak, emlékszik, a multik csinálják. Hát hogyha a nagy multi ezt csinálta, ott ugye százasával, ha csinálom, egyet csinálom. Hát ott május 1-én elbocsájtottak 100 ember, és május 5-én visszafoglalkoztak, ugyancsak 100-at, és név szerint még ráadásul nincs ugyanaz, akkor túr ki a munkaügyi felügyelő, és abban a pillanatban megfogom. És nagyon megbüntetem. Igen. Még a Katával kapcsolatban jutott picit a Kata, meg inkább még egy gondolatig maradjunk a nyári történéseknél. Miért volt ennyire sürgős ön szerint a kormánynak, hogy ezt így várta át, ezt a törvényjavaslatot gyakorlatilag egyik napról a másikra, és akkor még ehhez egy picit hozzájön ugye a rezsicsökkentésnek a csökkentése is, ami szintén egy ilyen váratlan és nagyon gyors lépésnek tűnt. Picit, minthogyha kapkodott volna a kormány abban az időszakban. Nem tudom, ezt így ki lehet-e jelenteni? Nem kicsit kapkodott. Azért, ha visszaemlékszik, azért az extra profit adó kivetésénél is láttunk bizonytalankodásokat. A Katánál én arra gyanakszom, hogy azon túl, hogy akik ezt a jogszabályt írták, azok vállalkozót nem láttak közelről, de azt gondolom azt, hogy gumicsontnak ez jó volt, mert tudták, hogy erre rá fogunk ugrani, csak tudja, mindig ez a dilemma, hogyha van egy ilyen szörnyűség, akkor hát a vállalkozó valamikori bosszosként, hát elmehetek szó nélkül, nem mehetek el. Ha meg elkezdem mondani, akkor meg föl van turbozva. Én utóbbit vállalom, emellett nem lehetett elmenni. Tehát én azt gondolom, hogy volt egyfajta szakmai hiányosság, de a legjobban én egyébként a szakmai hiányosságot még csak nem is ennél láttam az extra profit adónál, ha ott is azért gondoljon bele, hát nem is profitot adóztatnak. És az egész dolgozó magyar nép, bocsásson még, szívja be az extra profit adót, hogy nem profit, árbevételt adóztatnak, ez külön adóztatásra. Ez is mutatja, hogy itt kommunikációs kérdésekről van, nem szakmaiakról. Tehát azt gondolom, hogy a legjobban, ahol én érzékeltem a botrányos kapkodásnak a körülményét, az elsősorban az üzemanyag ársapkával történő játék. Ha emlékszik, hetente változott a kormányrendelet, és ugyanezt mondom igazából kicsibe az élelmiszerársapkánál is, ahol azzal akarnak megetetni embereket, hogy 6 terméknek vagy 7 terméknek ugye bekorlátozom az árát, és ők is tudják, én is tudom, ön is tudja, hogy egy kisebb falusi áruházban van 25 ezer termék, a Tesco-nál 100 ezer. Ugyan már ne tudjam azt az árat én, úgy, hogy ön észre se veszi, úgy a bűvészet, hogy és ugye azt ígérték, ha visszaemlékszik, mondjuk maga a gazdaságfejlesztési miniszterű, senki ne izguljon, nem lehet ráterhelni a fogyasztóra. Hát akkor tényleg nem látott a kereskedelemből még soha semmit, hogy egy rendes kereskedő a költségeit azonnal berakja az árakba, főleg olyan termékeknél, amit ön úgy is megvesz, mert van, amit nem vesz. Tehát igazából semmi kockázat nincsen, látjuk az infláció számoknál, hogy mennyit ért ez az árfék. Most lehet mondani, hogy egy picit több lenne, hogyha nem lenne, de az szerintem sokkal nagyobb bűn, hogy egy működő piacgazdaság árképzésébe szóltak bele. Ma 6 termékbe, holnap 12-be, és azt majd 172-be. Tehát, hogy, és nem látjuk azt, hogy érdemi módon leszorította volna. A meghosszabbításával egyetért? Jelenleg inflációs körülmények között, tudom, mondta, hogy minimális, amit számít, de hát mégis azért mondjuk valami. Ez már egy olyan zsákutca, meg a rásuk politikailag, és most látja, ilyenkor kitör az emberből, mégis csak, hogy egy politikai közösséghez tartozik, hát engem nyilvánvalóan az oktogonon húznak fel a fára, ha elkezdem mondani azt, hogy hát bizony, ez a
közgazdasági szempontból ez a beavatkozás nem volt szerencsés. Lehet, hogy marad még velünk jövőre az ástó? Én megmondom őszintén, egész biztos voltam benne, hogy október 1-én ugye letelt az egy év. Ez egy olyan jó ciklus lett volna, hogy azt mondják, hogy akkor eddig tudtunk védeni, ezután nem. És azért lehetett volna más eszközökkel is. Az a baj, ezt már nem voltak ilyenek. Bizonytalan vagyok. Hát azért nagyon sokan javasoltuk több termék esetében, még a maradék élelmiszereknél az áfa kulcsnak a mérséklését. Ugye itt is probléma van, ha az áfa kulcsot csökkentem, ez politikailag egy jó üzenet, és vállalható, és tisztességes, hosszú távon meg is van a haszna, de hogy ettől az árak nem feltétlenül fognak csökkenni, tehát arra megint, abban megint nem lennék biztos, de nem lett volna, de legalább kifejezte volna a kormánynak azt a, hogy mondjam, erkölcsi kötelesség, vagy morális kötelesség, hogy én lemondok egy haszonról, hogy neked jobb legyen. De nem történt meg. Ha jól emlék egyébként a kormány, mint hogyha azzal indokolta volna az, hogy nem csökkenti az áfát, hogy ezt lenyelik a vállalkozók. Ebbe van ráció, csak akkor visszakérdezek. Ha ő azt se tudja ellenőrizni, hogy az extra profit adó többletéből hogy terhelik rá, hát akkor valószínű, hogy ezt se tudta volna ellenőrizni, de ez mind a kettőre igaz. Amikor egy kereskedelmi árképzés van, amikor a termelői árak elkezdenek nyomulni, azt valahol el kell ismertetni az árakba. Én nem örülök neki, nehogy félreértsen, de ezért, mint a nem piaci megoldások, ezért mindegyiknek megvan az ilyen hátulütője. Hosszú távon viszont én feltétlenül híve vagyok az áfa csökkentésnek. Most meg még egyszer mondtam, szimbolikusan jobb lett volna, mint hogy az üzemanyag árak esetében is javasoltuk is. Ha a kormány azt mondja, hogy a jövedéki adóból enged, akkor az valamit segít, ott segít is egyébként, mert ugye, hogy már egy céget kell néznie, és ugyanezt mondom az üzemanyag áfájánál is, ha az üzemanyag áfájába nyúl bele, azt lehet ellenőrizni, mert egy mól van, és őnála fogom meg az áfa tartalmat, nem tette meg, nyilvánvalóan ezért nem tette meg, óriási bevétele van belőle. Igen. És a költségvetésnek szüksége is van most szüksége a költségvetésre. Bevételi oldalon nagyon kreatívak, kiadásinál is, de abban később legyünk igen. Be. Egyébként, hogyha már itt járunk, akkor kíváncsi is lettem volna arra, hogy mit szól ahhoz, hogy kifizetési stoppot rendelt el a kormány. Azt hiszem, ez tegnapi hír volt, hogy a közigazgatási, költségvetés alá tartozó intézmények csak a béreket fizethetik ki, és minden mást azt október végéig nem. Megvalószínűleg, én most olvastam, mielőtt önre készültem, állítólag a Gulyás miniszter úr azt mondta, hogy valami tévedés van, és hogy nem is úgy van, ahogy van. Én a tegnapiból tudok kiindulni. Ez egyszerűen azt kell önnek mondanom, hogy felkérés jogszabálysértésre. Hát ha ön a pénzügyminisztériumba beszállít cukrot, vagy a gazdasági minisztériumban, ami nincs, vagy a gazdaságfejlesztési minisztériumban, az abrosz mosatást intézze, mint vállalkozó, és ön nem fizetik ki, hogy lehet az? A legegyszerűbbeket mondom, hát ha olyan külső kifizetések vannak, olyan beszállítók vannak az állami szférában, kisvállalkozók is, akiket ki kell, hogy fizessenek, és teljesen mindegy, hogy most elrendelik, hogy ők a saját körükbe. Én szerintem egyébként ez inkább szimbolikus jellegű volt, hogy mindenki húzza meg a gatyaszíjat, de önmagában arra biztatni, abban a pillanatban, hogy mi üzleti kapcsolatba kerültünk, a magyar állam bármelyik intézménye, és én, mint versenyszféra bármilyen vállalkozója, és a magyar állam azt mondja, hogy ő ne fizesse ki nekem a szolgáltatást, akkor az felkérés táncra. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz ízű megközelítés. Én szerintem nagyon hamar, mondom, nincs tárgyi tudásom, csak félfüllel hallottam a Gulyásnak, ez nem teljesen így van, ahogy ez elterjed. Azt gondolom, nagyon jó lenne ezt korrigálni, mert akkor én nem szállíthatok. Ugyanis mindenki eddig mindig azt hitte, az államnak szállítok, az a legjobb, mert az mindent kifizet. Most kiderül, hogy nem. Tehát ez egy nagyon nagy bizonytalanságot is okozhat. Ennek lehet lélektani hatása is, hogy itt most már akkor valakik biztatnak valakiket, hogy ne fizess. Ez üzletileg nagyon nem jó mondat, de nem tudok róla többet, tehát óvatos vagyok.
Ez, nem tudom, ez lehet ilyen spekulációs kérdés, hogy ugye a kormány ezért rendelt el költségvetési zárulásokat, hogy takarékoskodjanak a minisztériumok a saját kiadásaikkal. Eddig viszont ugye nem történt igazából, vagy nem lehet tudni arról, hogy volt ellenőrzés, vagy történt ebben valami, hogy ki mennyit spórol, stb. Lehet, hogy ezt mondjuk nem vették komolyan, és akkor ezért ment félre ez a dolog, mert most akkor a kormány rá akart lépni a fékre, hogy most már ácsi, akkor takarékoskodni kell, és ezt akkor most megnézzük, hogy eddig mi történt, és akkor majd utána megyünk tovább. Tehát én ezt el tudom fogadni, hogyha ez úgy történik, hogy saját magát. Tehát holnaptól nincs külföldi kiküldetés. Holnaptól nem használjátok a cégautókat. Eddig volt 50, vagy állami autókat. Holnap lesz 20. Na de a benzinkutnál nem fog fizetni az állami autó. Hát ez nem ugyanaz a kettő. Hát az, hogy az ember takarékoskodni akar, és mindenre vonatkozik, hogy kezdjük inkább mindig magunkon, és nem másokkal szórakozzunk, mert mondjuk még egyszerűen nagyon rossz szájűzet. Tudom, érzi a felháborodásomat, hogy ebben tényleg fő vagyok. Hogy gondoljátok, hogy nem fogtok fizetni? Hát még a vendéglőbe is fizetni kell, ne szórakozzunk. De magunkon, otthon, bent, igen, kevesebb iroda kell, kevesebb fölösleges kormánybiztos kell, államtitkár, igen, szépen lehetne, van mit, jelentem, van mit, de szépen hízik a vízfej, amikor olvassa hetente, hogy hány kormánybiztos, miniszteri biztos, miniszterelnökének, na ott nagyon jókat lehet spórolni. Igen, most járom, még a fizetéseket is megemelték. Én nem kicsit, hogy klasszikusokat idézzek, nem kicsit. Tehát azt gondolom, hogy így szimpatikus is lehetne a dolog, és az is látja a kapkodásnál, az előbb kérdeztem, és eszembe jutott el, hát ez a 18 fokos történet, hogy 18 fokban tényleg meg fogom nézni majd, hogy tényleg ott kesztyűbe fognak a titkárnő kolléganők ülni, és 10 percenként meleg teját vagy konyakot fognak írni, hogy ne fagyjanak meg. Hát olyat kell mondani, ami komoly, ami elhihető, ami hiteles. Ez, amit ön kezdte most mondani nekem, ez nem az, és felháborító. Most így olyat kell mondani, ami hiteles és igazról eszembe jutott egy másik kérdés, amire szintén szerettem volna rátérni. Nem feltétlenül szorosan gazdaság, de nagyon, tehát aktuális kérdés, és ugye én úgy terveztem ezt a beszélgetést, hogy először átveszük az aktuális dolgokat, amik mondjuk egy héten történtek, és akkor utána így elkalandozunk más területekre. És az egyik ilyen volt az a nemzeti konzultáció az energia szankciók miatt, szankciós energia felárat fizetnek a magyar háztartások és vállalkozások, hogy mit gondol erről, hogyan értékeli, mi haszna van ennek a konzultációnak. Ugye most Gulyás Gergely egyébként azt mondta, hogy ők azért remélik, hogy Európában ez példaértékű lesz, hogy megkérdezik az embereket, azokat, akiket tényleg a valóságban érint az energiaszankció, hogy hogyan érzik és mi a véleményük erről. De hát ennek nem lehet semmiféle következménye, csak gyakorlatilag egy papírt lobogtathatnak, nem? Ráadásul, ami ugye nem tudjuk, hogy hitelese vagy sem, mert a boldog írja alá, meg a boldogtalan. Tehát én önmagában azért vagyok, és most kibújok a rezsi meg energiaügyből, mert ugyanis igazából a nemzeti konzultációra kérdez rá. Igen. Én azt gondolom, hogy abban az országban, ahol most már 11. éve nincs társadalmi párbeszéd, nincs gazdasági érdekegyeztetés, nincs, föl is számolták az országos érdekeegyezőt a tanácsot, és különböző ilyen gittes szervezetekkel próbálják, amit imádok, mikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kettesbe a parakartással eldöntik, hogy mi hogy lesz, nem érdekeegyeztetés. Ez két ember elő is beszélget. Tehát ahol a munkavállalók képviselői, a vállalkozások képviselői, ugye ezek mind önkéntesen szervezett képződmények, és a magyar kormány hol nyilvánosan, hol nem, komoly vitákat folytat arról, hogy legyenek dolgok ebben az országban, aznál, és én mondom, én a rendíthetetlen híve vagyok a társadalmi párbeszédnek, mert azt gondolom, hogy ország kultúrájához hozzátartozik, hogyha ön és én ellentétes érdekeltségűek vagyunk, de mégis itt élünk, és egy hajóban ülünk, akkor előbb-utóbb hosszú vitak után néha megsértjük egymásat, belefér, de találunk egy konszenzuális megoldást. Itt, hogy most leírunk, még nem láttuk a kérdéseket, de a korábbi konzultációk bárgyú kérdéseit láttuk, ez nem váltja ki
a valós párbeszédet, a valós szociális dialógus, lenyomja a szakszervezeteket, nem törődik a munkaadói szövetségekkel, álkamarákat létesít, gondoljon bele például a pedagógus karba, a minden pedagógus be van terelve, de jó, mert nem kell szárgyalni a szakszervezetekkel, nem engedi be a pedagógusokat a saját minisztériumukba tárgyalni, ő akar ilyen nemzeti konzultációt csinálni. Mondhatnám önnek úgy is, kicsit malíciával megengedi ugye, egy pici gúnyt. Hát az érdekegyeztetés az nem levelező tagozat, hogy irogatunk, üdözgetünk. Az úgy, ahogy én most nézem az ön arcát, látom a gesztusait, látom, mit gondol erről, és nem arról van szó, hogy irogatunk valami hülye kérdésekre hülye választ. Tehát én azt gondolom, hogy pótcselekvés, és azt kell még önnek mondanom, hogy míg az érdekegyeztetés évente körülbelül 3-400 millió forintból az egész országban fel lehet tartani, egy ilyen konzultáció 6-8 milliárd forint. Egy olyan helyzetben, amikor minden milliárdra szükség van, sőt, minden millióra szükség van. Tehát teljes mértékben távol áll tőlem ez a gondolkodás. Szerintem mehetünk is tovább így a nemzeti konzultációra. Ön a pilóta, ön vezet, én csak igazodok. Elég jó, hát meg igazából meglátjuk majd, hogy mi lesz az eredménye a konzultációnak egy, nem tudom, nagyjából. Nem kérdés, hogy mi lesz az eredmény. Nem kérdés. Amit nem is tudom, hogy mire térjünk rá, mert annyi téma lenne, és azért az időnk az kezd rohamosan fogyni a fele, már el is telt. Az elmúlt időszakban, napokban egyre inkább felerősödtek azok a vélemények, miszerint Magyarország azért merje csőd felé kezd húzni. Ön ezt hogy látja? Lehet, hogy eljutunk oda mondjuk pár hónapon belül, hogy ez a kijelentés igaz legyen, és tényleg veszélyben legyen a gazdaság, vagy addig még kihúzzuk, és megjönnek az uniós pénzek, és akkor úgy minden helyre fog állni. Ezért azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok területre foglalkoztam az életemben, felszámolás és csődeljárásokkal nem, de én azt gondolom, hogy Magyarország a szó jogi értelmében nincs az állam csőd közelében. Itt sokfajta csődjelző van, a technikai csőd, nem bonyolódok bele, bonyolult is a rendszer, de nem jó erről beszélni. Először is azt gondolom, hogy azért nem, mert ha a legrossz, jó. Próbáljunk megközelíteni a legjobb szenáriót, még egy kicsit masszírozzák egymást, és megérkezik a pénz, és akkor én már nem azon fogok izgulni, hogy megjön-e, hanem sokkal jobban, hogy fogják elosztani. Az engem, ha itt van, akkor ahogy belépett hegyes halom, már engem már csak az izgat, hogy megint mennyi megy haza, és mennyi megy hasznos társadalmi célra. De elméletileg úgy fogják elosztani, hogy ez már jó legyen, mert csak akkor kapjuk meg, hogyha vagy lesznek kis kapuk. Reménykedek abba, hogy már ott is felébredtek, hogy nem elég odaadni, hanem figyelni kell, hogy költik el azt a nem kis pénzt, és egyébként Magyarország fejlődéséből mellőzhetetlen pénzt. De ha nem, hát azért azt is tudjuk, bár részleteket én semmit nem tudok, ne kérdezzen rá, de azért azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Valuta Alap júliusban itt volt. Na most tudom, hogy meleg volt a Balatonnál, és fürdeni jöttek, de én azt gondolom, őket nem szeretik itt annyira, hogy vendégülássák. Tehát világos, hogy informális, minimum informális módon itt tájékozódás volt. Semmit nem tudunk róla. Nem véletlen. Tehát ott mindig van egy lehetőség, persze azt tudni kell, hogy ott jóval szigorúbb ellenőrzés lesz, mint az Európai Uniós pénzeknél. Itt már bankkal állunk szembe, az már mikroszkóppal jár mindenhova. Tehát, és sajnos van egy harmadik verzió is, amitől én nagyon-nagyon félek, az ami a legrosszabb az egészben, hogyha bármiféle politikai megfontolásból, majd kimondom a nevüket is, a keleti orientáció valamelyik nagy országából, két ismeretlenes lehet az egyenle, hogy két hatalmas országból valamelyik tud ekkora méretű országnak, tudnak hitelt adni, de annak a hitelnek viszont nem kamatára lesz, hanem valami másfajta. Tehát maradjunk abban, hogy nekünk mindenféleképpen, és én ezt több előadást tartottam erről, megkérdeztük, hogy mi a politikai véleményem erről, a gazdasági az egyértelmű, az nem bonyolult. A politikai vélemény az, hogyha az Orbán kormány magát kicsit is felelősnek tartja, csak ennyit, kutya kötelessége idehozni ezt a pénzt, bármi áron. Tehát ha le kell térdelni, akkor Brüsszelbe le kell térdelni. Tehát itt látjuk ezt a kettős kommunikációt, hogy
nem mondom, hogy itt kakaskodok, ott meg meghúzom magam is. Nem baj, engem már ez se érdekel. Itt olyan nemzeti érdek fűződik ahhoz, és ők nevezik magukat nemzeti kormánynak. Tehát igazából engem már a körítés nagyon nem érdekel, mert már mindent hallottunk erről. De az, hogyha ebből egyetlen eurót elszórakoznak azért, mert önérzeteskedünk ebbe vagy abba, akkor az bűnnek tartom. Arra lehet bármiféle esélyt, hogy nem is ezt szerettem volna kérdezni, hanem biztos látta azokat a törvényjavaslatokat, amiket benyújtott a kormány az EU-s pénzek megszerzése érdekében. Elegendőnek ítéli meg azokat, így a saját véleménye szerint, mert nyilván nem tudunk brüsszeli fejekkel gondolkozni, de véleményt azért tudunk. Ez nagyon szubjektív lesz. A joganyagot ismerem, de nyilván nem vagyok jogász, tehát nem is. Én azt gondolom, hogy ez kevés lesz. Én sokkal szigorúbbakat, egyáltalán tempójában szigorúbb intézményrendszert és ellenőrzési rendszert, de hogy mondjam ennek, hogy már annak is örülünk, hogy eljutottunk idáig. Tehát most már azt lehet látni, hogy az Európai Uniós pénzeknek az a fajta kótyavetyélése, ami elmúlt 12 évben van, ennek biztosan vége. Tehát igazából eddig már örülni kell, hogy most félig van tele, vagy üres a pohár, ezt most nem tudom megmondani, mindig van szigorítás. Ugye, hogyha azt mondom, hogy nagyon szigorítsák, akkor azt mondják, hogy rossz magyar vagyok. De én azt gondolom, hogy miután itt a pénzköltés meglehetősen lazán történt, és ez ellentétes a nemzeti érdekünkkel, azt gondolom, hogy nyugodt szívvel a körmünkre nézhetnek, Magyarország bebizonyította, hogy ezekre a támogatásokkal és hitelekkel nem korrekten bánt. Mindenki pontosan tudja, aki ebben az országban gazdasággal foglalkozott, hogy ezt az elmúlt 12 vagy 16 év uniós pénztömegét Magyarország nem jól használta föl. A régiós versenytársaink, akiket régebben, hát ön még fiatal, de ne emlékszik, hogy lenéztük őket, és ezek a lenézett régiós versenytársak, most csak a legegyszerűbbet mondom önnek, Lengyelországot, Szlovákiát és Csehországot, például a minimális bér mindenhol magasabb. Hogy lehet ez? Hát valószínű, hogy dinamikusabb gazdaságot építettek 15 év alatt, a szlovákok még borzasztóbb gyorsasággal, és nyilvánvaló, hogy ők jobban hasznosították. Össze lehet azért mérni ilyen tekintetben makrogazdasági számokkal is, hogy Magyarország mindig arra voltunk büszkék, hogy ennek a keleti baraknak, hát mi vagyunk azért végül csak a legjobb helye. Hát ez már régen nem igaz. Ez turistaként is remekül lehet érzékelni, ha elmegy Szlovákiában vagy Magyarországban. Igen. Azt szeretném kérni, hogy segítsen nekem eldönteni. Egy dolog foglalkoztat engem egyébként így az uniós pénzek kapcsán, vagy egy kérdés az, ami mindig felmerül bennem, és lehet, hogy rajtam kívül még a nézőkben is. Megkockáztatja a kormány, hogy nem jönnek ide a pénzek, tehát hogy elveszítsük őket? Én az optimista fajta vagyok, de szigorú. Én a miniszterelnöket úgy szoktam magamba hívni, hogy ő a Magyarország részvénytársaság elnök vezérigazgatója, ő nem államférfi. Ő a pénz mozgatja. Van egy nagyon csúnya mondás, hogy mit ér a hatalom pénz nélkül, nem fogom idézni, mit szoktak elé mondani, gondolom mindenki tudja. Ez az elnök vezérigazgató, ez pontosan tudja. Nyilvánvalóan, hogy és ebben optimizmus van, amit én mondok igazából, persze nagyon szigorú, és egy kicsit, hogy mondjam, nem lenéző, de nagyon elítélő vélemény, de a kettőt összerakja, aki így gondolkodik, az nem mond le pénzről. Nem mondhat le. És akkor még, ha ezt még előadhatja is, hogy ő a nemzet oltárán, hát akkor meg pláne. Tehát azért ő nagy debattőr, ne felejts el. Tehát jól jár, nem nehezen dicsérem, de jól jár. Én azt gondolom, hogy ő is tudja azt, hogy nem lehet ide állni ilyen helyzetben, hogy kinhagytunk 3000 milliárdot. Ilyen nincs. Nekem is lehet egy kérésem? Persze. Hogy ebbe a körbe, hogy nehogy kimaradjon, csak az nem biztos, rákérdezett volna, az euró kérdése. Rákérdeztem majd. Akkor jó. Csak az, amikor mondtam a lengyel és a lengyel és a cseh példát, hogy hova jutottak hozzánk képest, azért soha ne felejtse el senki, hogy még Magyarország
hát a mai napit nem is mondom már, hogy nem, azt sem tudom, mennyi az euró, már 400 fölött már nem számolom. A magyar fizetőeszköz 2010 óta elvesztette az 50%-át. 260-ról 400-ra jött. A cseh korona 1-2%-kal romlott 12 év alatt. A lengyel zloty ilyen 10-12%-kal. Szeretném megkérni, direkt olyan országokat mondtam, ahol nincs euró. Direkt, persze, Szlovákiát most nem mondhatom már, mert euró. Tehát amikor, ja, és ők is harcban állnak Ukrajnával, illetve az Oroszországgal, bocsánat, ők is nyakig vannak benne a háborúban. Szeretném megkérdezni, akkor miért van az, hogy nálunk ilyen mértékben omlik össze a nemzeti fizetőeszköz, és ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy Magyarországon két alkalom már lehetett volna az eurózónához csatlakozni. Ugye 2005-2006 környékén egészen közel voltunk, és sokat tárgyaltam a megyesi kormánnyal is, annak idején, mint érdekegyeztető, ott már mi majdnem céldátumokról beszéltünk, ugye jött a 2008-as váltás, és vége. És most megint lett volna egy, ez a 2014-től, hát én 17-ig mondanám, mert az infláció akkor indult el, nem a háborúval, akkor ott volt 2-3 olyan év, amikor lehetett volna alkudozni. És azért az is elgondolkodtató, hogy hát az azért, hogy Horvátország január 1-től csak csatlakozik. Románia és Bulgária, a lenézett Románia és Bulgária, azok ugye most már bejelentkeztek hosszabb távon. Tehát én azt gondolom, hogy például ennek a mostani kormánynak ez nem projektje, ugye a Magyar Nemzeti Bank elnökét, amikor hallgatja, Magyar Nemzetet is illik ám olvasni ezen az oldalon, oda van írva az eurócsapda, amikor a szlovákok azt mondták, hogy a legfontosabb projektjük volt ez, igen, akkor elgondolkozom, tehát az euró kérdését én azonnal napirendre tűzném, nem kapkodva természetesen, ez egy nagyon bonyolult gazdasági, politikai, és hozzáteszem sokaknak érzelmi kérdés is, hogy a szuverenitás, hogy még ezt is elveszítjük. Ennek ellenére azt gondolom, és abban az árnyék kormányban, ahol én dolgozhatok, ott ebben teljes konszenzus van, hogy az egyik legfontosabb projekt ennek legalább életben tartása a gondolatnak, mert most a másik oldalon ugye szinte se vetik ezt a kérdést, arról nem beszél, hogy a Magyar Nemzeti Bank elég jól bebizonyította, hogy függetlenül nem igazán tud eredményeket elérni. Láttuk a 13%-os jegybanki alapkamatnál, nem lefele ment az árfolyam, hanem fölfele, azért ez elgondolkodtató. Hát a bizalom megszűnt. Igen, de ugye a monetáris politikával kapcsolatban szokták azt mondani, hogy itt már nem ilyen jellegű problémák vannak, amik gyengítik a forintot, hanem fiskális, illetve ilyen gazdasági, strukturális kormány. Nem tudom egészen pontosan idézni, hogy mi ez a kifejezés, most nem jut eszembe. Tehát, hogy itt ilyen problémák vannak inkább, mint mondjuk háború gerjesztette gondok. Én nem fogom visszafogni magam, és azt fogja mondani, hogy földszintes mondatom lesz, de nem baj. Az az első lenne, miután a bankvilág ugye interpersonális kapcsolatokon alapszik, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének azonnal le kéne mondani. Nem azért, mert én olyan vagyok, ez a mondjon le, ismerjük a közeli történelmünkből, hogy minden héten elmondjuk, nem. Én csak egyszer fogom, illetve még egyszer elmondom. Azért, pont azért, amit ön mondott, hogy itt már lehet látni, hogy a jegybanki alapkamat emelés az igazából csak a megtakarítás és a hitelezési magatartást fogja befolyásolni fogja, hisz vállalkozók nem fognak tudni hitelt felvenni, illetve ha így föllökődnek, akkor 11-12%-os ugye állampapírokat kínálnak, arra a kisbefektetők rá fognak menni, menjenek is rá, én is beszélném őket, de az alappályát ez már nem elég. Tehát itt már olyan verbális intervenció kéne, én azt is szoktam mondani, hogy ki kéne állni a pénzügyminiszternek és az új MNB elnöknek, és azt mondani, hogy most már, hogyan mostantól másként lesz. Mert nincs bizalom. Tehát itt már nem, ahogy ön is mondta, itt már ilyen még 100 bázispont. Látjuk, hogy nem. Ha meghallgatta a miniszterelnök nyugtató beszédét hétfőn, én ott ültem a parlamentben, és természetesen minden fülem nyitva volt, befejezte a beszédet, az ember azt mondta, na hát ha, ezek után romlott az euró. Igen.
Hát ez már nem az a kör, amit ugyanazt érezzük ebben a dologban, mind a ketten, hogy itt már ez nem segít, hogy... Ha repül az idő, még két témára szeretnék kitérni. Gyorsan beszélek, remélem, de... Igen, ez semmi probléma. Az egyik a minimálbér kérdése, a másik pedig majd a nyugdíjak kérdése, amit még érinteni szeretnék egy kicsit. Ugye most szeptember vége van, most már eléggé aktuális lesz lassan, vagy már most is az a minimálbér tárgyalások. Én itt belecsapok a lecsóba egyébként. Van arra esély egyébként, hogy a következő évi inflációs prognózisnak megfelelő minimálbér emelés történjen. Most így bonyolultan fogalmaztam meg, tehát 10% feletti emelésre van esély, akár mondjuk így egy lépcsőben, vagy milyen módon lehetne. Miután 25 évig én vezettem a munkaadói oldal bértárgyalásait, azt rögtön, azt csak mondom, számot sosem mondunk. Csak megállapodunk utólag. Tehát ott kezdem, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak a szociális partnerek. A szociális partnerek, a munkadók és a munkavállalók, a kormány az nem szociális partner, ő csak ugye a harmadik fél, akinek egyébként joga van megállapítani a minimálbért. Jelzem, én 1992-től vezettem a tárgyalásokat, 2000-ig nem volt minimálbér, ha három fél nem állapodott meg. Ez már régóta máshogy van, tehát a kormány be tud nyúlni, és azt mondja, hogy ennyi, vállalva a felelősséget. De azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetbe ülnek le tárgyalni, nem mellé beszélek, komolyan mondom, nagyon nehéz helyzetbe ülnek le, mert a két szociális partner hogy néz ki? Hát van az egyik, az a mikro- és kisvállalkozói kör, amelyiknek most a kötél a nyakán van, hogy ne mondjam hosszan. És ugye a minimálbér nekik fáj, nem az Audinak, nekik fáj. Na most ők ott mondják, hogy gyerekek, nincs pénz, és nem tudom, mennyi lesz a rezsim. És már megkezdődtek a tárgyalások. A másik oldalon van olyan stáb, ahol 1.100.000 embert képviselve, ők vannak, akik minimál béren vannak, és garantált bérminimum, akik mikor megkapták én a 20%-ot, fél órával beszéltünk az inflációról, gyakorlatilag ennek az alacsony rétegű társadalmi rétegnek fölzabálta az infláció a keresetét, ráadásul, hogy még inkább fájjon, ön is bizonyára tudja, az alacsony jövedelmű családok a legtöbb pénzt az élelemre költik. Na, mi emelkedett a leggyorsabban? Az élelem. Tehát ők le vannak nullázva, tehát gyakorlatilag nulla reál pozíción lesznek, mire a tárgyalások befejeznek, ha jó, ha nulla, és nem mínusz lesz a reál idén. De nyilvánvaló, hogy ha jövőre belecsapnának egy nagyon magas minimálbérbe, nem fogok számokat mondani, egy nagyon-nagyon magasba, hát az gerjeszteni fogja az inflációt. Ebből következően azt gondolom, hogy valahol egy olyat fognak megtalálni, egy olyan méltányosat, ahol még a vállalkozók is azt mondják, hogy bele kell menni, vagy kapnak kompenzációt, volt ilyen a 2010-es években, volt ilyen, tehát pályázattal lehetett, magam is csináltam vállalkozóknak ilyen, tehát abszolút konkrétan, komoly, akkor nagy pénz volt, 15-20 milliárd forintot lehetett a kisvállalkozói körbe. De ugye ez megint mesterséges, megint piacba avatkozunk be, tehát ez egy bonyolult helyzet, én azt gondolom ugyanakkor, hogy nagyon nem engedhetik el az infláció miatt se, meg a költségviselő képesség miatt se, meg a versenyképesség miatt se. Tehát, hogy nem az idejénél mérsékeltebben kell, holott az infláció hasonló nagyságú, vagy hát a bankszámokat látjuk. Idén 13,5-14, jövőre 11, és hát gyakorlatilag ugyanaz, mert ezt azért megmondani előre, hogy mennyi, az mondjuk, hogy a hasunkra ütöttük, azt ennyi. Az lehet, hogy kettővel több, kettővel kevesebb. Ezt azért tudjuk. Hát egy nagyon rossz pozíció van, és az államnak nagyon ügyesnek kell lenni, hogy be tudja őket hozni egy ilyen megállapodásba. Itt én mindig azt csináltuk régen, ma már sajnos nem, egy pici kafetériával lehet játszani, lehet azt mondani, hogy két lépcsőbe emelünk, megnézzük az első évet. Nagyon óvatos játékvezetőnek kell lenni az államnak, a kormánynak, de ne ő fütyülje be a végeredményt. Ők mondják meg, hogy ne. A nyugdíjak esetében ott azért rosszabb is, meg egyszerűbb is a helyzet, hogy ott nincs tárgyalás, jogszabályok döntik el. A mostani jogszabályok szerint a novemberi, ugye két lépcsőről beszélünk a nyugdíjnál, nagyon gyorsan mondom, ha nagyon megy az időnk, hogy ugye a nyugdíjnál az van, hogy 1,8% jön neki most novemberben korrekció. Na most én magával nem szoktam számokba fogadni, az oktogonnál ott fogunk énekelni mind a ketten, ha az 1,8-at bemeri vállalni. Hát hogy merné bevállalni? Se politikailag, semmiféle tekintetben.
Ebből következően el fog térni a törvénytől, a jóléti elv alapján én többet mindig adhatok, csak kevesebbet nem. Bele fogja kalkulálni, mert eddig neki az 1-8 hónapot kellett kiszámolnia, de miután a következő 4 hónapban megy föl, az 1-8 az hazugság. Ebből következően ezekből az MNB számokból én azt merem mondani, hogy jóval több lesz, mint 1-8, nem is kétszer annyival lesz több, mint 1-8, de tovább nem mennék. Most ugye 8,9-et fizettek ki a nyugdíjasoknak, hát én szerintem ott 4-5-6% körül fogja, én többet adnék, mert nyugdíjas vagyok, hogy elvicceljen, de lényeg az, hogy ezt ott 4-5%-ot nem lehet megállni. Ami viszont még érdekesebb, a jövő év. Hát a jövő évi. Hát a költségvetésben csak két olyan számot mondok, amit az ember hátra dobja magát, az egyik ugye az euró 3,77, jó kis költségvetés, ami arra beállítva, 4,10 nem tudom mennyi ma, és 5,2 a nyugdíj. Nyilvánvaló, hogy most a Matolcsi számokat látva, ha ő átlagosan előre, ha az alsó, ők az alsót írták, ugye ön is látja, 11,5, ugye az azt jelenti, megint nem fogok igazi számot mondani, kétszámjegyű nyugdíjemelést kell adnia. Na de azt is tudnunk kell, hogy minden 1% nyugdíjemelés 40 milliárd. Hát, hogyha ilyet tetszünk számolni, az 400 milliárd. És ami a dologban a legszebb, hogy ezt a költségvetést, a 23-ast, mi a búbánatnak kellett júliusban elfogadni, mikor egyetlen szám nem igaz belőle, ezt elmondtuk a parlamentben, például ez a 400 milliárd, ez nyilvánvalóan nincs benne, nem lehet benne. Tehát itt decemberben a teljes költségvetés így lesz a fejére állítva, jó megrázva, és nyilvánvalóan az árfolyam kérdés, én szerintem a hiánykérdés is változni fog, nem fogják tudni tartani az eredetit. Ugye a nyugdíjat azt megbeszéltük, spékelve még 13. haviban, hogy jó fájjon a költségvetésnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon szigorú, és amikor az előbb mondta a banki kérdésnél, hogy szigorú monetáris politika, akkor én most kiegészítem, nem tudom, nem veszik udvariatlanságnak, és borzasztó szigorú fiskális politika. Olyan költségvetési politika, ahol minden sallangot, minden olyan dolgot le kell húzni, azért, hogy ezeknek a kifizetéseknek forrás legyen. És akkor ön még nem beszélt arról, és nem kérdezett rá, hogy befejezem, hogy eddig annyit tudunk, hogy az energiaintenzív vállalkozásoknak akarnak valami csomagot adni. Lesz gyármentő csomag, és lesz szükség szerint, mint a munkahelyvédelmi csomag. A tessék mondani, az hol van a költségvetésben? Az nem 10 milliárd. Igen. Tehát, hogy olyan számokkal próbálózzok én most, de igazából a legnagyobb bajom az, hogyha valaki megkérdezi tőlem a 23-as költségvetést, hanem csak némi malíciával azt tudom mondani, elő ne vedd, el ne olvasd, majd decemberben, ha érdekel, olvasd de. Semmi értel. Hát homokra van építve. Igen, az elmúlt 10 évben folyamatosan ezt csinálják, ugye, hogy jó, nyár elején már elfogadják, és ezt egyébként a kiszámíthatóságra... Hosszú idáig időszakban én ezt elfogadom. Hát amikor úgy megy, mint a szekér, legfeljebb tévedek, és kevesebb lesz az infláció, hogy jobban fog menni. Na, de amikor nem tudjuk, hogy 3 hét múlva lesz-e uniós pénz, vagy sem, akkor mit ér az a költségvetés? Igen. Nézői kérdéseket tennék most fel önnek, érkezett egy pár. Ibrányi Sándor a Facebook közvetítésünknek kérdezte azt, hogy mit szól ahhoz, hogy sok-sok vállalkozó szellemű fiatal hagyta el a hazánkat. Ennek közel és hosszú távon mi lesz a következménye? Hát nagyon sok időm nincs, ahogy szoktam mondani, hogy kik is mentek el. A fiatalok, a kreatívok, az okosok, a nyelvet beszél. És azt nem mondom ki, mert senkit nem akarok megbántani, és kik maradtak itt. Tehát azért gondoljunk bele, a másik, amit most már tudunk, ha még erről a részről lehet beszélni, ennek nyilvánvalóan, most már tudjuk ezt is felmérésekből, nem tudományos, de ilyen, már nem is csak a bérért mennek, hanem a munkakörülményért, a továbbképzésért, az oktatásért, mert ha a gyermek kint születik, ugye ez egy drámai számot azért hagyd mondjak, hogy ugye 90 ezer gyermek születik évente, ezt mindig drámaiak el szoktam mondani, én nagyon idős ember vagyok, amikor én születtem, 220 ezer született évente, és most csak 90, de hogy még rosszabb legyen, az ábra, ennek a 90 ezer magyar anyakönyvezésű, magyar állampolgár gyermekeknek a 15%-a már nem itthon születik. Tehát azt is vegye le. Tehát ez demográfailag egy csőd. Ugye mondtam, hogy elmentek a jók, és elmentek a gyerekeink, nekem az unokáink szülei, elmentek.
A harmadik az meg most, ha már ilyen jó beszélgettünk a nyugdíjról. Hát a nyugdíj folyófinanszírozású, tehát nem abból kapom a nyugdíjat, amit befizettem. Ebből következően, ha 4-500 ezer fiatal és az ő gyermekeik nem jönnek haza, akkor azok a német, a francia, meg az angol, meg az osztrák társadalombiztosításnak fizetnek. Ebből következően a folyófizetésből a nyugdíjnál iszonyatos problémát vesznek, mert ez már nem kis pénz. Munkaerőpiaci szempontból meg nagyon egyszerű, szintén drámai számot fogok önnek mondani. Az elmenetel és a társadalom öregedése azt eredményezi, hogy a magyar munkaerőpiacon a 15 és 65, őket számoljuk aktívaknak, 15 éves kortól lehet dolgozni, és a nyugdíjkorhatárig. Minden évente 20-30 ezerrel csökken. Automatikusan csökken. Na most ezért lehet látni, ha nézi a szabályozást, hogy feloldották már, hogy a nyugdíjasok annyit dolgoznak, és úgy dolgoznak, és 15% SZIA-ért nyugdíjasként Amerika dolgozni, meg kell, hogy mondjam őszintén, ennél jobb a fődöntünk, és a vállalkozásnak sem kell járulékot fizetni. A vállalkozásnak csak a bérköltség van, nekem meg csak a 15 pont. Hát miért? Hát mert tudják, csak nem mondják. Szomorú a helyzet, a kollégának, aki kérdezte, rendkívül módon elkeserít, hogy elmennek a gyerekeink és az unokáink. Hát ez, igen, ez nem szomorú. És munkaerőpiaci helyzet? Tehát munkaerőpiaci megközelítésből is. Egy másik olvasónk azt szeretné megtudni, hogy mi a véleménye arról, hogy több nagy beruházást tervez a kormány kínai és távol-keleti cégekkel, amely beruházások energia és vízigénye igen magas, amikor az ország energia és vízellátása már most sem túl biztató. Nem is beszélve az építkezésekhez és az üzemeltetéshez szükséges munkaerőigényre. Gazdaságos beruházásoknak tűnnek ezek? Szerintem itt az olvasónk így elsősorban a debreceni akkumulátorgyár volt az, ami kiváltotta benne ezt a kérdést. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert ugye ez egy nagyon általános jellegű kérdés. Ugye Magyarország egy rendkívül nyitott gazdaság. Attól félek az ilyen beruházásoktól, főleg a távol, főleg a kínaiaktól, hogy a környezetvédelem, a kínai környezetvédelem, meg az európai sztendernek köszönő viszonyban sincsenek. Tehát én nem vagyok természetesen semmiféle, tehát nagyon sokan vannak, ugye, akik multiellenesek, van, akik a német tőkét utálják, van, akik a kínai, ilyen nincs. A magyar felelős kormánynak pontosan tudnia kell, hogy ha keletit hoz, mit követeljen meg tőle. Követeljen meg tőle azt a standardet, amit megkövetel némettől, vagy nem is kell megkövetelni, mert a német kultúra ezt hozza. Tehát én azt gondolom, hogy a környezetvédelem, főleg az idei nyár után a klíma kérdések előtérbe fognak helyezni, ennek örülök, és ugye azért örülök, mert ez a fiatalok története. Az ő jövőjükről van szó. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a beruházások lehetnek racionálisak, csak én mindig attól félek, hogy a végletek, hogy vagy multiellenesek vagyunk, és akkor hallja, kereskedelmi multik például, ugye hát azok teljesen ki vannak átkozva, hát olvasta a Lázár miniszter úrtól, most már megint miniszter, hogy multik apcúk, hát azért bocsánat, itt komoly német és francia cégek vannak Magyarországon, és olvassák és hallják, tehát ezt is nem szeretem, de azt se szerettem, mert hallok például Debrecenből, ha igaz, igaz, ha nem, hogy nem biztos, hogy a legjobb minőségű földeket kell odaadni egy dél-koreai, a kínai, bocsánat, kínai az akkumulátor. Hát most megszavar, kínai. Nem biztos, hogy az, hát hogy nem kell letérdelni se. Ahogy láttuk, hogy voltak itt letérdelések, szóval azért mondom, hogy megint itt megint a kultúra kérdése, hogy egy nyitott gazdaság, itt szükség van a multinacionális cégekre. Én nekem volt szerencsém járni néhány autógyárban, mintha a Holdon járna, hozzák a kultúrát, fizetik a bért, kollektív szerződést kötnek, nem dolgoztatnak feketén, beszállítói kört vonzanak, akiktől megkövetelik a modern technológiát. Ha ez van, akkor, és nem ölik meg a környezetünket, akkor én most továbbra is azt mondom, hogy igen, igen, jöjjenek. Tehát hogy nem lehet ezeket ilyen mereven kezelni, a távol-keletit se. De például én fognám fülön a Suzuki-nál, hogy a szakszervezeti embereket kidobják a gyárból, és a magyar állam ezt nézi.
és nem mondja azt, hogy a Suzuki-nak is be kell, én nyugodtan merem mondani a nevét, mert ezer helyen megírtam, hogy szégyen és gyalázat, hogy az embereket ott piszkálják, kidobják a gyárból a szakszeretét, nem engednek szervezkedni, és a magyar állam a munkatörvénykönyv nem lenne Magyarországon munkat. Azért, mert fontos, mert Európa legnagyobb Suzuki gyára egyébként, és jó, hogy itt van, nehogy félreértse. Tessék szíves lenni az európai sztembernekhez, igazodni. Egy másik olvasónk ennek három kérdése van. Az egyik az, hogy mi az oka, hogy folyamatosan arról beszélnek a politikusok, hogy a nekünk járó pénz az EU-tól. Hogy mondjam, nem is tudom magának, hogy mondjam ezt. Már kezdek fáradni az ilyen, hogy jobban kell vigyázni a jelzőkre, hogy mérhetetlen ostobaságnak tartunk így beszélni. Hát ha egy családban vagyunk, gyerekekkel, asszonnyal, nagyszülőkkel, akkor nem úgy beszélünk egymással, hogy a gyerekem odajön, kim jár, akkor mondom neki, az kisfiam a szád jár. Most miután rá, és itt még könnyebb is mondani sajnos, mert pontosan tudjuk, hogy Magyarország nem nettó befizető. Ugyanakkor mondják azt, hogy az Európai Unió, amikor fölvették Magyarországot, nem szerelemből vették fel Lengyelországot, Szlovákiát. Itt egy érdekről van szó, itt nem kell arról beszélni, hogy kinek mi jár, itt ez egy klub, ennek a klubnak vannak szabályai, ezeket a szabályokat természetesen lehet szeretni, nem szeretni, de ezek a kiszólások, ez annyira földszintesnek érzem, megmondom, a rangon aluljának tartom, hogy így kell. Meg lehet azt úgy is fogalmazni, hogy mi itt szeretnénk felzárkózni ahhoz az életszínvonalhoz, ami Ausztriában van, és ehhez pénzre van szükségünk. Ez ugyanazt jelenti, csak sokkal kultúráltabb, adjátok már ide azt a pénzt, hogy hagyd legyen olyanok, mint az osztrákok, mert szeretem, mikor a Matolcsi Szingapurt, vissza is írtam a Matolcsinak, jó viszonyban vagyunk egyik, hogy Gyuri, nem Szingapur, Ausztria, azt kell nézni. Az itt van, azt látjuk, azt értjük is. Szóval, hogy ez a stílus, ez nem megy már úri helyen, rendes helyen. Rossznak tartom ezt a megközelítést. Az előbb említette Ausztriát, és ugye ezt tudjuk jól, hogy most egy kicsit, nekem is van egy kérdésem, hogy Ausztriát szeretné elérni Magyarország, vagy a kormány Ausztria színvonalát, annak a 80%-át, meg a 100%-át. Az elmúlt években mennyit közeledtünk, vagy távolodtunk ezzel a szinttől? Vissza fogok élni a korommal. Ugye Antal József azt mondta, nem kell rá emlékezni, 2010-ben már elérjük Ausztriát. Innentől kezdve a Matolcsi Mutka szem 2040-et mondott, vagy nem tudom, vagy 50-et, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nem közeledünk. Viccesen szoktam mondani a baráti társaság, pont olyan, mint az euró. Nem, hogy egyre távolodunk tőle. Aki Ausztriában jár, az pontosan látja a jövedelmi viszonyokat, látja az egészségügyet, látja a problémákat is, természetesen van. Én azt gondolom, hogy jó, most jó visszafogott leszek, jó, ha nem távolodunk. Én így érzékelem, és miután az ember Ausztriába gyakran megfordul, össze tudjam érni, hogy hogy van ott az út mentén a fű lenyírva, és még mindig szebben van lenyírva. És nem véletlen, hogy a Győr-Sopron megyébe tanuló gyerekek, a Szent Gotthárdon tanuló gyerekek, a Szombathelyek már buszjárattal járnak ki, mert akkor véletlenül az oktatás is jobb, de egyébként miért hordanám ki a gyereket, nem lehet olcsó játék, de hát azért ez... Szóval azt gondolom, hogy nem jó úton járunk ilyen tekintetben. Rengeteg pénzt kaptunk az EU-tól energetikai felújításokra, például otthon melege program. Úgy emlékszik az olvasónk, hogy Lázár János döntése volt, hogy ezt nem az otthonoknak adja. Lehet azt tudni, hogy mire ment el ez a pénz, mert most értesült az olvasónk arról, hogy a minisztériumok, iskolák is fatizelésre fognak átállni. Nem tudok válaszolni erre a kérdésre, elnézést kérek az olvasótól. Nem, hát ez annyira speciális kérdés, hogy most ezt mire használták, fogalmam nincs. Egyébként szerintem, hogy ha egyébként csak kapunk erről tájékoztatást, azon viszont megmondom őszintén, erről meleg az egyik ATV műsorban elmondtam, mert rákérdeztek, és akkor hirtelen érzésem volt, kaptam is utána a fejemre mindenhonnan. Én széttettem a kezem, hogy tehát mikor meghallottam, hogy kazán és fatüzelés program indul
hogy akkor most akkor nem a 20. században mentünk vissza, hanem a 19-ben. Tehát akkor környezetszennyezés, hát olyan beszéltünk a klímáról. Hát nem erről kéne beszélni. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős része sajnos a tüzeléssel fűzel, abba az irányba kéne tolni a dolgot, hogy ne azzal. Én, amikor ezt meghallom, akkor én nem értek, hogy nem vagyok energetikus, tehát abszolút laikusként mondom, a szó ereje leütött engem, hogy most tényleg nem arról kéne beszélni, hogy szélmotor, hogy napenergia, hogy vízenergia, hogy nem tudom milyen energia. Én nem merek az atomenergiába sem nyilatkozni, mert tényleg nem értek hozzá. De az, hogy majd azokban a kazánokban, ami kezünk ügyébe esik, és azért sose felejts el, miután egy nagyon nagy komoly, nem csak gazdasági, hanem társadalmi válság következik. Abban a pillanatban, ha ezek a tradicionális üzemeltetésű fa- és széntüzelésű kályhák bekerülnek háztartásokba, abban nem csak fa és szén fog benne. Minden, ami mozdítható. Na most én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem előre, a hozzáértés nélkül mondom, hogy ez nem előre, ez nagyon-nagyon súlyosan hátra, és még ráadásul büszkék is rá, hogy ilyen kormányprogram, nem? Dobtam egy hátas a szabad, ilyet mondanom pestülyesre, hogy biztos, hogy jól hallottam. És a szélmotorok kérdését hallgattam most, a parlamentben megjön a leginkább zöld párt képviselője mondta, és ott tudtam meg, hogy még mindig nincs eldöntve, hogy nem engedélyezik, hogy építkezhessenek. Igen. És az elkeserítő. Utolsó kérdés, olvasói kérdésnek szerintem egy hát olyan kérdés következik, amiben azért sokkal járatosabb, mint az energetikában. Mit gondol, mit tehet, és mit tesz az árnyék kormány, illetve a demokratikus koalíció parlamenti képviselői a nyugdíjaknak a tényleges éves inflációnak megfelelő novemberi kiegészítésének biztosításáért, valamint a 10-15 évvel ezelőtt megállapított nyugdíjak súlyos elértéktelenedése miatt sürgősen nyugdíjkorrekciós intézkedések kidolgozása szükséges, és ezeket törvénybe is kell iktatni. Mit tesznek? Mondom, hát ilyen a dolog az első felére könnyű válaszolni. Nyilván az árnyék kormány közjogi értelemben nem létező végrehajtó hatalom, nem létező szervezet, tehát ilyen tekintetben, hogy mit tenni, semmit nem tud tenni. Alternatívát tud kínálni, és elhitetni, én nem vagyok nyugdíjszakértő, bizony, mert ugye a Gyénémet Erzsébet a szociális, és jobban is áll neki, mint nekem, de nagyon sokat foglalkoztam nyugdíjkérdésekkel, mert ugye ahol bérekről beszélünk, az a nyugdíjakat sosem lehet elengedni. Akkor kezdem azzal, amit a leghangosabban én magam is képviseltem, amikor a gazdasági programot írtuk, hogy a nyugdíjprogramban önálló programnak kell lenni azoknak a honfitársainknak, akik 15-20 éve mentek el nyugdíjba, és szomorúan mondom, már csak azért is, mert nem biztos, hogy sok idő van ezt korrigálni. Itt ugye olyan mértékben értéktelenedtek el a nyugdíjak 12 év alatt, hogy az elképesztő. Ugye a másik nagyon fontos kérdés, tehát ez egy teljesen külön, ez szolgálati időtől, nyugdíjnagyságtól, teljesen mindegy, ha őnekik a normális emberi lét alá süllyedt, akkor be kell nyúlni a zsebbe, és oda kell adni, mert állítólag, ezt most viccesen mondtam, egy baloldali kormány készül leváltani ezt, egy baloldali kormány, egy balliberális vagy szociáldemokrata érzelmi csapat nem teheti meg, hogy embertársai ilyen helyen lennek. Egy. Kettő. Kis matek következik, próbálom gyorsan mondani. Az Orbán kormány azt ígér, hogy infláció követ, és ez be is tartja 12 éve. Ez azt jelenti, hogy idén biztosan nem élek jobban, mint tavaly, de jövőre se fogok jobban élni, mint idén, mert ugyanis szinten tartja, csak az infláció, és utólag, tehát én finanszírozom meg 10-12-10 hónapig a dolgot. Ha átalakítottuk volna, vagy megmaradt volna a bajnai féle, ha visszaemlékszik, vegyes indexálási rendszer, aminek az a matekja, hogy 50% bér és 50% infláció, akkor a ma 160 ezer forintos átlag nyugdíj, az 190 lenne, az azt jelenti, hogy egy átlag nyugdíjas 30 ezerrel kapna havonta többet. Nem lenne most az rossz a rezsiszámlára. Tehát a vegyes indexálású rendszer mindenképpen vissza kell hozni, már csak azért is, mert olyan katasztrófát okoz, ha megengedő, egy kicsit még nyugdíjazzak, hogy miután a bérek beépülnek a költségekbe, a bérek utána tudnak menni, az aktívak utána tudnak menni, többé-kevésbé, de ha a nyugdíjak harmadannyival emelkednek, vagy negyedannyival emelkednek, mint a bérek, így nyílik szét az olló, a relatív leszakadás növekszik. Itt ne felejtsen el még valamit, lehet, hogy tudja, de mindig el kell mondani, 2,5 millió emberről beszélünk, a magyar társadalom egynegyedéről beszélünk, tehát a nyugdíj és a nyugdíjrendszer utolsó nagyon nagy
mondom, ezt még végig azért merek róla beszélni, mert nem vagyok számítási szakértő, de összesség makroszinten láttuk a kérdést, a meresség, a nyugdíj meresség, ugye 65 év most beállt, benne van egy rendszer, idegen a nő 40, de most nem menjünk bele, ez szerzett joga, ez nem lehet hozzányúlni. De valamiféleképpen a nyugdíjak szóródását is meg kell állapítani, ez nem lehet az, hogy elveszük a magas nyugdíjakat, hanem olyan nyugdíj megállapítási rendszert hozunk létre, olyan degresszivitást viszünk a rendszerbe, ne tudjon kialakulni. Túlzok megint. Hát a 28.500 forint, ami egyébként irányérték, nem nyugdíjérték, de ma már van 2.850.000-es nyugdíj is. Nem lehet százszoros nyugdíj különbség, mert akinek ráadásul 2.850.000, az egész életében nyilvánvalóan jól keresett. Tehát továbbra is kell a szolgálati idő, természetesen a befizetés, mert az befizetésem után kapom a várományomat, szerzett jogom, nem lehet vele játszani, mint szeretnének vele, de mindenféleképpen olyan méltányos helyzetbe kell hozni, hogy az mindenkinek legalább úgy érezze, hogy időskorában nem, tényleg nem az árok szélén van. És ami még nagyon fontos a nyugdíjnál, hogy tök merev, 65 év, be kell vinni a rendszerbe egy olyan elemet, hogy, és ez is benne van a szándékainkban, és nagyon nagy harcosa is vagyok ennek, hogy rugalmas, hogy ha az élethelyzete, ha az egészsége, ha az anyukáját kell ápolnia, vagy az unokája fogyatékos, akkor el lehessen menni pici leszámítolással, nyilván a bónusz-málusz rendszerben, ha viszont valaki úgy dönt, hogy 65 évesen dolgozni akar, akkor kapjon többet és pöggesse be. Tehát nagyon sokat, nagyon gyorsan és nagyon sokat apró dolgok is vannak még, de akkor nem terhel embere, egészen más gondolunk a nyugdíjról, mint a mostani rezsim. Tehát, hogy a kérdésre a válasz, hogy 180 fokkal más gondolunk erről, de nyilvánvalóan semmelyik gondolatunkat nem veszik figyelembe, nem fogadják el. Higgyel, ezt nagyon sok helyen elmondtam, és most is elmondom nagyon sok helyen, de hát amíg nincs a kormányrúda kézbe, addig ez csak persze üres beszél. Az arra lát esélyt egyébként, hogy most láttam, hogy minap sajnos arra már nem tudtunk beszélni, a mai nap folyamán rezsimmoratóriumra tettek javaslatot, mint a jelenlegi helyzet kezelésének az egyik módja, hogy ugye most akkor így az alternatívákat be fogják vinni a parlament elé, és ha nem is azonnal, de és nem is pontosan ugyanúgy, de egy nagyon picit módosítva mégis akkor a saját ötletként megvalósítják a egy-két javaslatot, amit a parlament elé nyújtanak, vagy abszolút elzárkóznak, és hát a belőle sem vesznek ötleteket. Itt sokkal fontosabb azoknak a kisvállalkozóknak, és nyugdíjasoknak, és kiskeresőknek a sorsa, mint kinek a tollával ékeskedik. Engem ez már van egy időszak. Úgyhogy a lehetőséget látja arra, hogy ilyen megtörténhet. Hát ne arra gondolj, hát az például nem egy rossz javaslat, én most puskázok, azért hajtom le a fejem elnézést, mert ez a Varjú László energiás árnyékminiszternek a dolgozata. Az, hogy be kell fagyasztani a rendszerhasználati díjakat, méghozzá az idén január 1-jei szinten, én azt gondolom, ez egy teljesen kezelhető javaslat. Vagy azt, amikor azt mondjuk, hogy meg kell duplázni a lakosságnak a kedvezményes ármennyiséget, 280-80 köbméterig, illetve 420-ig, hát kiderült most már, hogy egyszerűen nem lehet beleférni abba, kis lakásokban élők nem férnek bele. Tehát én még mindig hiszek abban, egyre persze kevésbé, hogy azért a józanésznek, ha ezt nem indulatból, hanem racionálisan elmagyarázza az ember, nem baj azt, ha nem bólintanak rá, de ha ők egy kis korrekcióval ebből bármelyiket megvalósítják, van még tovább az áfával kapcsolatban, és nem akarom felolvasni az egészet, holnap ez meg sajtó minden keresztül fog jönni. Én azt gondolom, hogy itt ebben a helyzetben minden eredménynek örülni kell, de ami a legjobban fáj, amikor elutasítanak, például egy ilyen ügyben, vagy a nyugdíjügyben, hogy annyira antiszolidáris a megközelítés, annyira nem érzem az empátiát, annyira nem érzem a szolidaritást, szóval nem szabad elfelejteni, hogy mi, akik most ilyen, kicsit ilyen fenkültem, akik honatják vagyunk, ne felejtsük el, hogy itt milyen jövedelmekből élnek embereket. Tényleg, aki elmegy vásárolni, elmegy gyógyszertárba, kimegy a piacra, az elájul. És akkor ez 130-140 ezer nyugdíjból, és akkor ráverünk rendszer használati díjat, ráadásul úgy, amit én különösen utálok, én picit viccesen nagyképűen fogom mondani, hát két közgazdász diplomával nem értek meg egy számlát. Nem bizony.
nem bizony, nézem, bogarászom, és azt se tudom, hol tartunk. Akkor hogy várható egy 75-80 éves embertől, hogy egyáltalán megértse, csak azt látja, hogy mennyit kell fizetni. Szóval én nem érzem azt ezt a törődést, hogy olyan leszakadt, és olyan szándivaló társadalmi rétegek vannak, és ez gyomorszálja a sütés, ami most a rezsivel megy. Tehát ez vállalkozói szempontból is, de ezt most levettük napirendről, de főleg itt az alacsony keresetű és a nyugdíjasra vonatkozásában, ez szinte nem ebben a pillanatban megoldhatatlannak tűnik, ezért kell ilyen javaslatokat tenni, és ez a média remélem át fogja venni, és a média miután nagy úr esetleg befolyásolja őket, hogy hát azért ebbe lenne mit tenni. Kicsit túlmentünk az időn, de köszönöm szépen, hogy azért még kicsit egy óránál túl is, vagy hosszabb ideig is a rendelkezésünkre állt. Szerintem nagyon jót beszélgettünk, és még nyilván sok mindenről lehetett volna. Köszönöm szépen a nézőinknek is, hogy itt voltak. Remélem élvezték a beszélgetést. Egy hónap múlva újra jelentkezünk a Klasszis Klubbal. Addig is javaslom, hogy iratkozzanak fel a Klasszis YouTube csatornájára, kövessék be oldalainkat a Facebookon, és podcastekkel is szoktunk jelentkezni heti rendszerességgel, úgyhogy azokat is sok szeretettel ajánlom a figyelmünkbe. Dávid Ferencnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk egy jót. Én köszönöm a megtisztelő érdeklődését, és ha máskor is van alkalom, nagyon szívesen. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon élveztem a beszélgetést, mert remélem a nézők, hallgatók is. Igen, bízunk benne. További szép napot kívánok. Önnek is minden jót, pedig csokolom. Minden jót. Ön a Klasszis Klub műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis Lapcsoport, a Privát Bankár, az M4, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.